Gajzágú Sándor és Kárpáti Tamás barátokként sokszor állítják ki együtt a műveiket. Bár a technikájuk más, de egy mélyebb erő, a keresztény hit összeköti őket. Munkáikban biblikus témát dolgoznak fel. Emberi életnek az alapvető értékeit, amikhez hozzátartozik a vallási érték, modern eszközökkel elkötelezetten meg tudják valósítani. És Gajzágú Sándor és Kárpáti Tamás pontosan két ilyen művész. Nem véletlenül, hogy barátként együtt állítanak ki, miközben más-más a stílusuk, a technikájuk más-más, sokkal mélyebb erő köti őket össze. Gajzágú Sándor édesapjától tanulta a mesterséget, és alkotói munkájában fontosnak tartja, hogy nincs én, minden felülről van. Modern festői eszközökkel, légies alakokkal teremti meg a sejtetést. Én nem másként akarom látni a világot, hanem a katolikus egyház szemével. Tehát a katolikus egyház őrzi azt a hitletéteményt, amit én igaznak tartok, és abban hiszek, és én magam is azt akarom láttatni. Tehát, hogy mondjam, a láthatatlant akarom láthatóvá tenni, és van egy kedvenc idézetem, mindegy, hogy ki írta, hogy a kép a mennyország ablaka. Én ezt próbálgatom, de nagyon homályosan még. Kárpáti Tamás érdekes lazúros technikával több, néha 8-10 réteget egymásra dolgozva egyfajta elmosódott látványt hoz létre, amelyet ő úgy definiál, hogy ez egy feloldott lelki állapot. Ez nem szándékos, hogy ez így jön. Én a képeket, az igazán jó sikerült képeket azt úgy érzem, hogy kapom. Tehát én csak mintha egy eszköz lennék annak, hogy ez megjelenjen. A kiállítás mottója Szent Pál szeretet himnuszából való, tükör által homályosan, mely jelzi a két festőművész világlátását, amelyet ők úgy fogalmaznak meg, a tükör nem a valóságot mutatja, csak homályos képet ad a világról. Színről színre, majd a teremtő lélekkel találkozva láthatunk. A képek július közepéig tekinthetők meg a Sárospataki Szent Erzsébet házban.